Berlin nem lesz Jamaica, ez most már biztos, de hogy aggódjunk, a Hegedűs Dániel külpolitikai elemző van a vonal túlsó végén, most éppen Bondban tartózkodik, a minden igaz, de Berlinben élsz. De jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! No, hát aggódni kell? Vagy Merkel azért nyugodt lehet attól, hogy most nem jött össze a koalíció összekovácsolása? Hát az a kérdés, hogy mi alapozná meg a saját aggodalmunkat. Egyrészt Angela Merkelnek jelenleg a pozíciója saját pártján, a Kereszténydemokrata Unión belül stabilnak tűnik, a CDU-CSU összezárt mögötte, és úgy vélem, hogy igazából a kormányalakítási tárgyalások jelenleg még a kezdeti fázisukban tartanak. A három lehetőség közül, amit ugye az időközi választások, a kisebbségi kormányzás és a nagy koalíciónak az újra felevenítése jelentene, szerintem jelenleg még egyiket sem zárhatjuk ki teljességgel. Uh-huh. Mi a töréspont, ami miatt igen, nem mi jött volt az össze oka, amiért a liberálisok igen. felálltak és befejezték a tárgyalásokat? A hivatalos liberális álláspont szerint igazából a közös kormányzáshoz szükséges közös álláspontnak a hiánya, illetve a politikai bizalomnak a hiánya vezetett a koalíciós tárgyalásoknak a megszakításához. A valóságban sokkal inkább egyfajta politikai kalkül húzódik meg, nevezetesen az, hogy Christian Lindner pártelnök az előrehozott választásoktól vélhetően jobb eredményeket remélne a saját pártjának, és így szerette volna elkerülni egyébként azt is, hogy mondjuk egy 4 éves koalíciós szerepvállalást követően hasonló sorsra jusson, mint most a szociáldemokraták, vagyis hogy egy nagyon jelentős csökkenést kelljen tapasztalnia a párt támogatottságában. Uh-huh. Kész tény, hogy előrehozott vagy újból kiírt választások következnek, vagy még van néhány forgatókönyv a tarsolyban? Nem, mint említettem, én egyik forgatókönyvet sem zárnám ki, ugye annak ellenére, hogy a szociáldemokraták jelenleg kategórikusan kizárják a nagy koalíciónak a felelvenítését. Frank-Walter Steinmeier államfő szerdán fog találkozni Martin Schulzzal, a szociáldemokratáknak az elnökével, és látni kell, hogyha a szociáldemokraták be is adják a derekukat, azt nem tehetik azonnal. Tehát itt valószínűleg abban az esetben is, hogyha a végén újra egy nagy koalíció áll össze, egy viszonylag hosszú táncot fogunk látni, amíg a felek kéretik magukat, főleg a szociáldemokraták kéretik magukat, míg esetleg majd újra egymásra találnak az egykori kormányzó felek. Európában és Németországban belül Merkel pozíciója meggyengülhet attól, hogy elhúzódnak ezek a koalíciós tárgyalások? Merkel pozíciója nyilvánvalóan megrendült már önmagában a koalíciós tárgyalások eddigi elhúzódásától is. Ugye az, hogy Németországban nem sikerült létrehozni eddig egy kormányzó többséget, ez alapvetően ásta alá Németországnak mondjuk a cselekvő képességét az európai porondon is. Jelenleg úgy néz ki, hogy a CDU nem gondolkodik személyi alternatívákban, és ez valószínűleg egy előrehozott választások esetén is így maradna. Nagyon nagy mértékben gyengíteni a pártot, hogyha most még egyébként egy új csúcsjelölt keresésébe is belefogna, de nyilvánvaló módon, tehát hogy ez a Merkel-féle reputációt azért nagyon nagy mértékben érintette úgy bel, mint külföldön. Egy utolsó kérdés, tudjuk, hogy szorítja az idő. Pont nem hiányzott ugye ez a német szakadás. Európának számos egyéb más baja is van. Mi lehet a legrosszabb forgatókönyv, ami esetleg összejön? A legrosszabb forgatókönyv az az, hogy egy előrehozott választásokat követően ugyanilyen politikai patthelyzethez vezetnek az eredmények, amit én egyébként nem is tartok kizártnak, vagy nem is sorolnám be mondjuk egy alacsony valószínűségű forgatókönyvnek. Egy alapvetően megerősödött AfD-vel kellene számolnunk, egy meggyengült CDU-val, és igazán, hogy azok a pártok is, akik mondjuk profitálni tudnának ebből, mint mondjuk az FDP vagy a Zöldek, hogy mennyit nyernének, és hogy ez elég lenne a későbbiekben egy stabil kormányzóképes többség kialakításához. Ebből a szempontból én nagyon-nagyon szkeptikus lennék. Hát, ez a rög valóság. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a kevés időt is követni fogjuk az eseményeket, hogyha biztos számítunk majd a későbbiekben is a szakértelmére. Én köszönöm szépen. Köszönjük. Minden jót, hallásra. Hegedűs Dániel külpolitikai elemző fejtette fel a német mindennapokat, a koalíciós tárgyalások és a patthelyzet hátterét.